későbbiekben a tanszéken szintén úgy rendszerisítettünk úgymond egy köteted, ezt is bemutatám, a Mercurius Veridicus Novum címmel. Ez azt jelenti, hogy a cím szintén a II. Rákóczi Ferenc szabadságharcra utal vissza, mert ugye tudniillik 1705-ben volt az első sajtóterméknek úgymond a megjelenése Magyarországon, ekkor születik meg a magyar sajtó, és Rákóczi Ferenc volt ennek az első sajtóterméknek a megszervezője, az úgynevezett Mercurius Veridicusnak, a saját igazságunk, úgymond, ha magyarra fordítjuk, az igazmondó, hírmondónak volt a megszerkesztője. Úgyhogy és erre a mintára mi is szerettük volna, ha ugye a tanszékünken beindul, de be is indult egy ilyen kötött sorozat, ami a saját igazunknak a megfogalmazásával, a saját igazunknak a terjesztésével Európában, ugyanúgy, mint a Rákóczi szabadságharc idején foglalkozik. Következő kötetem végül is a disszertációm az Ugocsa megye II. Rákóczi Ferenc államában, amiben hát több száz iratot feldolgoztam, és ilyen levéltári jegyzéket is szóval csatoltam hozzá. Megjegyezném még, hogy a következő években tervezem a Bereg megyei és az Ung megyei eseményeknek is a megfogalmazását, megírását. Ugye gondolom, hogy Isten segítségével el is sor kerül az elkövetkezendő években. A Salánki Országgyűlésnek a tiszteletére még 2011-ben jelentettünk meg a református egyházzal egy ilyen kis brosúrát, egy ilyen kis ismertetőt, ami itt nagyon fontos, ugye országgyűlés, Rákóczi országgyűlésről szól, és megfogalmazza a korabeli eseményeket és azokat a dokumentumokat, amelyek hát kapcsolódnak ehhez az eseményhez. Végül, és nem utolsó sorban, most úgy mondanám, Rákóczi kutatásunknak az egyik büszkesége, hogy Zrínyi Ilona leveleit is meg tudtuk jelentetni. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Magyar Tudományos Akadémiának a támogatásával 3 nyelven, magyarul, ukránul és angolul. A bevezető tanulmány ugye 3 nyelven áll rendelkezésre, és hozzáadtuk még a maguknak az eredeti leveleknek a fotóját is a digitális formában. A későbbiekben is vannak terveink, Rákóczi iratok és az Rákóczi emlékhelyek publikálására vonatkozóan. Az idén egy fotóalbumot szeretnénk megszerkeszteni a meglévő emlékhelyekről, és a későbbiekben a levéltárunkban, az Ung, Ugocsa és Bereg megye levéltárában található 165 II. Rákóczi Ferenc által aláírt iratot is szeretnénk publikálni.